Második alkalmához érkezett az a filmklub, melyet a Pécsi Polgári Szalon szervezett. A Baranyai megyeszékhely egyik mozitermében ezúttal a Blokád című filmet tekinthették meg az érdeklődők. Tőser Ádám rendezése a 32 évvel ezelőtti országos taxis sztrájkról szól. A politikai krimit most mutatták be országosan. Az alkotás Antall József életét és küzdelmét dolgozza fel a demokráciáért az 56-os forradalomtól az első szabadon választott kormányfő időszakáig. A Pécsi Polgári Szalon elnöke szerint ez egy hiánypótló film, amivel a fiatalokat szeretnék megszólítani. Lengvárszky Attila elmondta, hogy megtapasztalják azt, milyen érzésekkel voltak eleink a sorsfordító pillanatokban, átélésre van szükség. Így van ez október 23-ával is, és éppen azzal kapcsolatosan jött ki az országos bemutató is, és azt tapasztaltam, hogy a fiataloktól, vagy azt tapasztaltuk, hogy a fiatalokhoz lehet, hogy ténybelileg ismernek bizonyos eseményeket, évszámokat, személyeket, de azok az értékek, amelyek akkor fontosak voltak, mint szabadság, mint hazaszeretet, mint az elnyomás elleni uralom, azok kevésbé ragadhatók meg számukra. És talán egy ilyen film, amely több is, mint egy történelem lecke, vagy egy történelem óra, az érzésekkel közel hozza ezt a világot, ami a részünk, és ilyen szempontból nagyon fontos aktualitásokkal rendelkezik. Lengvárszky Attila hozzátette, hogy napjainkban is vannak hasonlóságok az akkori problémákhoz képest. Nem csak a kulisszák mögötti eseményekbe, harcokba és alkukba enged bepillantást a film, de a miniszterelnök személyes életterébe is, a korterembe, ahol frissen műtve szembesül azzal, hogy a taxisok az egész országot blokkád alá vonták a drasztikus benzináremelés miatt.